Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. február 20. napja van, ez a kávé süti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a piacokon. Amit ebben a videóban mondok, a szórakoztató és edukációs célú tartalom. Nem vagyok befektetési tanácsadó, és a videóban sem adok semmilyen befektetési tanácsot senkinek. Egy érdekes cikket találtam ma reggel a reuters a honlapján, amely számomra egy pici magyarázatot ad arra, hogy mi állhat a az azaz a rizikós eszközöknek a elmúlt hetekben tapasztalható emelkedése mögött. Tudni, hogy ugye az Egyesült Államokból azért folyamatosan negatív információk érkeznek, és tulajdonképpen folyamatosan az Egyesült Államokra figyelünk. Mindenki CPI adatokat néz, FOM MC Meeting jegyzőkönyveket olvas egyébként ezen a héten, azt hiszem, hogy holnap vagy holnap után jön ki a legutolsó fedülésnek a jegyzőkönyve. Na a lényeg az, hogy folyamatosan az Egyesült Államokkal foglalkozunk, és elkerüljük a világnak a másik felét, a világnak a keleti felét, Időközben, amíg az Egyesült Államokban ugye kamatemelések vannak, kvantitatív tightening van, tehát monetáris megszorítások vannak, és infláció elleni küzdelem, közben az elmúlt hetekben, hónapokban a Japán, illetve a kínai jegybank az gyakorlatilag öntötte a likviditást a piacokra. Itt továbbra is kvantitatív easingben vannak, továbbra is alacsonyak a kamatok, a Japán jegybank folyamatosan piaci kötvényvásárlásokat eszközöl, és likviditást pumpál a gazdaságba, és a kínaiak is beindították a pénznyomdát. Van is ebben ha belegondolunk, a pénzügyi történelem eddig legnagyobb pénznyomdája 2020-ban a Covid karantén után indult el az Egyesült Államokban. A kínaiak nagyjából most értek ide, ők ugye most jutottak el oda, hogy a Covid szabályozásokat elkezdték lazítani, és kiengedték ismét az embereket a gazdaságba, és most náluk az a logika, hogy ez az a helyzet, amikor nyomtatni kell a pénzt, és lökni kell előre a gazdaságot. Na most a számunkra viszont az az érdekessége ezeknek a híreknek, kifejezetten a bitcoin, illetve a kriptoeszközök szempontjából, hogy ez egy teljesen globális piac. Ez egy olyan riszkon eszed, amely nem csak az USA dollár monetáris politikától függ, hanem ez egy globális eszköz, és abban az esetben hogyha a japán, illetve a kínai retail befektetők ugyanúgy pénzhalmokon fognak csücsülni a következő hónapokban, vagy akár években, mint ahogy 2020 után ezt az Egyesült Államokban láthattuk, az én úgy gondolom, hogy a kriptoeszközök elsősorban a bitcoin árfolyamában nagyon-nagyon Szép mozgásokat eredményezhet. Nyilván ez csak egy spekuláció, de emlékszünk arra, hogy mi történt akkor, amikor két évvel ezelőtt vagy három évvel ezelőtt az Egyesült Államok telepumpálta a gazdaságot frissen nyomtatott pénzzel. Na most nagyon úgy néz ki, hogy Ázsiában, Japánban, illetve Kínában ugyanezt csinálják, és azért ezt úgy kell látni, hogy a Japán meg a Kínai Egybank azok az Egyesült Államok jegybankja után a világ legnagyobb jegybankjai közé tartoznak. Most nem tudok nektek erről hirtelen pontos adatot mondani, de azt hiszem, hogy a top 5-ben van benne az amerikai, a kínai, meg a japán jegybank is. Tehát az, hogyha a kínaiak meg a japánok elkezdenek pénzt nyomtatni, annak azért én szerintem a riskon eszközökre nagyon-nagyon komoly hatásuk lehet, és elképzelhető, hogy ez áll az elmúlt heteknek a bitcoin, illetve kriptó mozgásai mögött. Bitcoin piac, ma azzal kezdünk, hogy hetes csárton egy picit a piaci szerkezetet és a fontosabb szinteket vizsgáljuk meg. Ezt a grafikont már múlt héten készítettem és beszéltünk róla, és gyakorlatilag továbbra is azt gondolom, hogy ez egy valid szenárió itt a Bitcoin mozgások kapcsán. Ugye itt látjuk 2021. novemberben a korábbi pikapiacnak a tetejét. Itt meghúztam a teljes medvepiac eddigi forgalommal súlyozott átlagárát, ami jelenleg itt van 28 ezer dollár magasságában. Ez egyébként egy érdekes horizontális szint, itt, itt, itt volt egy-két leszúrásunk, azt hiszem, hogy ezt a háromnapos grafikonon kicsit jobban kiadja magát. Jelenleg azt látjuk, hogy a bitcoinnak a mozgása az így zajlik ebben a zónában, itt a 21.800, illetve 25.000 dollár közötti zónában. Ezt a múlt héten sikerült teljes egészében bemozognunk, ha ezt akár vissza is húzhatnám egy kicsivel ide, mert látjuk, hogy ezen a, a ponton is reagált rá az árfolyam, ugye itt képződött meg igazából ellenállásként ez a 21.500 körül kialakult zóna, és nagyjából én azt tartom itt fontosnak figyelni, hogy itt gyakorlatilag 25.300, illetve a 28.000 dolláros szint között szinte semmi nincsen. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ha van a piacban annyi momentum és annyi erő, hogy ezt az ellenállást itt, ahol most vagyunk, ezt átlökjék a bikák, akkor szinte egy lendülettel ennek a mozgásnak az inverzével, a megismétlésével itt találhatjuk magunkat, és ez azért lenne egy nagyon fontos pont, mert itt a 28 000 dolláros szinten már egy befejezett mini reversion beszélhetnénk, egy olyan mozgásról beszélhetnénk, amikor az árfolyam sikeresen visszatér a hosszú távú mozgó átlaghoz. Ilyet utána itt láttunk 2022. áprilisban, amikor egy komoly zuhanás után a bitcoin az visszakorrigál a hosszú mozgó átlagához akkor fölött egy fékautót kaptunk és a mozgás az nem került konfirmálásra, elutasította a hosszú távú mozgásnak a bitcoin a mozgását, és megkaptuk ezt az impulzív lefelé szakadást. És gyakorlatilag, hogyha annyi van a bikákban, hogy ezt a, a 25.200-300 dolláros előző csúcsot, ezt nagy lendülettel kiveszik, vélhetőleg e fölött rengeteg sortos, stop loss megbízás van, ami tudja majd gyorsítani felfelé a mozgásokat, hogyha ezt kiveszik, akkor nagyon gyorsan itt találhatjuk magunkat a 28.000 dolláros szint környékén ami már egy nagyon-nagyon masszív ellenállás a bitcoin piacán. Egyébként pedig én a, a Bika piac, Medve piac közötti elválasztó ilyen demarkációs vonalnak ezt a 30-32 ezer dollár közötti zónát tartom, ez ugye itt a 2021 nyár során egy támaszunk volt, itt innen szakadtunk lefelé. Én azt hiszem, hogy ha átvisszük ezt a mozgó átlagot, és átvisszük a 30-32 ezer dolláros szintet, és itt látom a bitcoinnak az árfolyamát, akkor fogom tudni azt kijelenteni, hogy ismételten egy bika piacban vagyunk. Jelenleg azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon fontos az ennek a 25.2300 dolláros szintnek az átvitele, és akkor megnézhetjük, a, vagy célozhatjuk a 28.000 dolláros szinteket. Itt lefelé pedig ez a 21.5600 dollár között kialakult támasz szint, ez egy azonnali támasz, itt a grafikonon. Ez alatt pedig itt ez a 18.800 és 18.000 dollár közé rajzolt zóna, ezt gondolnám egy fontos támasznak. Itt legalul ez a 16.000 dollárnál kezdődő zóna, ez már egy nagyon-nagyon vészhelyzeti támasz szín, ennek az elvesztése az természetesen automatikusan medvepiaci folytatást jelentene. Én azt hiszem, hogy most a nagyon-nagyon fontos szín az itt a 25.200 körüli zóna, illetve a 21.500 körüli zóna, amit figyelni érdemes és akkor, hogyha gyorsan átszaladunk a trend és momentum szerkezeten, akkor hetes grafikonon azt láthatjuk, hogy egy nagyon szép héten vagyunk túl, olyan szempontból, hogy ugye a múlt hét elején itt volt 21.800, meg, meg 22.000 dollár körül a bitcoinnak a mozgása, és akkor mondtam nektek, hogy ha nem kapunk egy, egy 23.000, 23.500 fölötti mozgást itt a hét végére, akkor bizony azt kockázhatjuk, hogy a rövid mozgó átlag lekeresztezze a közepes mozgó Szerencsére a bikák hozták nekünk a szép mozgást, és azzal, hogy itt 23.700 fölött tudtunk zárni, ami ez a korábbi zárónak a szintje. Ezzel sikerült azt elérnünk, hogy továbbra is teljesen longos trend szerkezetben maradtak a mozgó átlagaink. A csárpánk, moment, a kereskedési rendszer az ezen a héten is egy zöld gyertyával indított nekünk, nyilván messze van még a hétnek a vége, de gyakorlatilag a longos momentum az ez alapján, a rendszer alapján a piacon még mindig érzékelhető. Az eresének a mozgása az nagyon szép, látjuk, hogy folyamatosan felfele mozog, saját mozgó átlagai fölött mozog az eresi, és szépen közelíti ezt a 66-os zónát, amely már egy nagyon-nagyon erős, igazi bikás terület lenne. Szurkoljunk, hogy abba az irányba haladjon tovább az eresének az árfolyama. Egyedül a csárpák momentum oszcillátor, ami egy kicsit aggasztó, az egy érzékeny momentum indikátor, és ez bizony a múlt heti lekeresztezést követően folytatta a útját lefelé. Úgyhogy ennek a hétnek a vége felé azért ennek az indikátornak a mozgását érdemes majd figyelni, hogyha egy gyengébb hetet kapunk, akkor ez az indikátor véhetően a hét végére már megérkezhet ide ha, illetve a következő hívnyitására megérkezhet ide a saját mozgó felé. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szép ez a, a grafikon, és itt ez a 23800 dollárnál, ez a korábbi hétzáró, ez szerintem egy, egy olyan fontos szint, amit érdemes itt azonnali támaszként figyelni. Ez fent van még a két rövid mozgónk fölött, úgyhogy a bikáknak a feladata az ugye az előző horizontális szinteket bemutató grafikon alapján egyértelmű. Ezt a trend és momentum struktúra itt a hetesen minden szempontból támogatja. Háromnapos bitcoin grafikon, itt is ugyanazt lehet elmondani, mint a hetesnél, a trend és momentum szerkezet teljesen rendben van, itt látjuk, és 4000 dollár között ezt a zónát, amiben csak bele-bele a bitcoinnak az árfolyama, ezt sikerült átkereskednünk, és jelenleg gyakorlatilag folyamatosan ezt a 300 at érintgetik ezek a vikek. Ez az a szint, ami fölött mondtam nektek, hogy egy gyorsulás lehetne fölfelé. A trend struktúra az longos, alul van a hosszú mozgó, középen a középső és felül a legrövidebb mozgó, az eresi is szépen mozog, talán egy picit már divergens lenne akkor, hogyha itt a mostani háromnapos gyertyában, aminek a mai nap vége lesz, egy lefele mozgás történik, tehát az árfolyamban lefelé kapunk egy könyököt, és az eresének is lefele indul meg a mozgása, akkor azt fogjuk látni, hogy itt van egy csúcs, itt van egy magasabb csúcs az eresében, viszont akkor egyértelműen megképzünk egy alacsonyabb csúcsot, és ez bizony egy divergens mozgás lenne, tehát itt háromnapos, jelezne valamiféle momentum gyengülést, ugyanakkor a csárpánk momentum oszcillátor az tök szépen mozog, látjuk, hogy emelkedik neki a magas mozgó átlaga, és felkeres a két rövid és úton vannak ismét fölfelé longos területre, úgyhogy azt hiszem, hogy a trend itt háromnapos idősávon sem lehet semmilyen problémánk, illetve arra nem lehet panaszul, folyamatosan a a dobál a csárpánkereskedési rendszer, tehát a háttérben a longos momentum is megvan a piacon. Egy napos bitcoin idősáv. Itt nagyon szépen látszik az a divergencia, amire az előbb utaltam a háromnapos idősávon. Nézzétek meg, hogy az eresinek nek a, a itt a csúcspontja, illetve itt a csúcspontja között milyen különbség van, ez csökkenő csúcspont közben pedig az árfolyam felfelé halad ez azért egy, egy momentum fáradást jelez, és ez egyáltalán nem meglepő, hiszen itt 25200 nagyon-nagyon erős ellenálláson vagyunk, és az ellenállásokat, azokat általában divergens mozgások szokták validálni. A jó hír ugyanakkor, hogy nagyon szép rendszerkezetben vagyunk, mozgó átlagok itt is szépen vannak elrendezve, az eresi is egyelőre emelkedésben van. A csárpák momentum oszcillátor az sajnos megint elkezdett itt lefordulni. Naposon ezt érdemes figyelni, hogyha erre a lefelé tartó mozgásra születik egy konfirmáció, ne Isten a mozgók csinálnak egy medvés keresztezést, a konszenzió rendszerben ez indikáció arra, hogy a longos pozíciókat egy kicsit csökkentse az ember. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, akkor folyamatosan zöld gyertyákkal mutatja meg nekünk a csárpán rendszer a momentumot, és a mozgók jó irányban állnak, tehát naposan is egy nagyon-nagyon szép trend struktúrában vagyunk. Én azt hiszem, hogy így ránézésre egyértelmű, hogy nagyjából ezt a szintet, ezt a 23.800 dollár körüli szintet illetve ezt a szintet, ezt a 21.500 dollár körüli szintet érdemes figyelni itt az azonnali rövid távú mozgások során a bitcoinnak az árfolyamában, illetve hát természetesen, ahogy már az elején is mondtam meg a videóban többször, 25.300, ez az a szint, ami fölött az igazi játék el tudnak kezdődni, nagyjából így néz ki a bitcoinnak most a rövid távú mozgása. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő videóban, sziasztok!